Záhony, Kispalád, Tiszabec csak néhány példa azon városok és falvak közül, ahol többen szerepelnek a választói névjegyzékben, mint ahányan a településen élnek. Ezeken a helyeken több százra, míg Szabolcsat már Bereg megyében több ezerre tehető a fiktív magyar-ukrán kettős állampolgárok száma. A partizán helyszíni beszámolója szerint üres telkekre, ócska-sufnikba vagy egészen kislakásokba vannak bejelentve az érintett személyek. A szocialisták kezdetben a helyi választási bizottságoknak jelezték a visszaélés gyanús helyzetet, de lepattantak. Később a megyei választási bizottsághoz fordultak, ahol megállapították, hogy a probléma tényleg létezik. Végül a párt elnöke közokirat hamisítás alapos gyanúja miatt feljelentést tett a rendőrségen. Arató Gergely pedig megérkezett a stúdióba. Jó kívánok! Köszönöm Öreget szépen, hogy Kezdjük akkor ezzel a témával, az úcska, súfnikkal, meg az üres telkekkel. és ahogy itt elhangzott, valóban, hát nagyon régi problémáról van szó. Nem most ébredtek rá sem az ellenzéki pártok, sem a kormánypártok, hogy olyan egy ilyen típusú, hogy itt fogalmaztunk, sajátos szavazatvásárlás lehetett tenni valamit az ügyben. Ugye annyi történt most, hogy a helyi választási bizottságuk is úgymond felfigyeltek erre az ügyre. Itt három település vetődött fel. Itt egész pontosan az történt hogy a ellenzéki pártok kikértek választói névjegyzékeket ugye erre joguk van választási időszakban, és ennek alapján azonosítható volt konkrétan jó pár olyan hely, amiről itt egyébként a bejátszóban is szó volt, ahol tényleg egy üres, üres házba vagy csúfnyúva vannak 10-15-en bejelentve, és nagyon fontos az a területi választási bizottság, megyei választási bizottsági határozat, ami kimondja, hogy ez visszaélésnek számít választási jogi szempontból És Ez amúgy is bűncselekmény, de most már azt is arra is van hivatalos döntés, hogy ez választási szempontból is visszaélés, amit tenni lehet, az két, két, dolog. Egyrészt lehet ösztönözni a hatóságokat annak, arra, hogy versenek véget a gyakorlatnak. Ezt olyan lehet megtenni, hogy lehet ösztönözni egy a Jó ötlet a feljelentés, mi a legfőbb ügyészhez fordulunk, hiszen az ő dolga lenne, hogy törvényességi szempontból lesz felügye. És van egy másik nagyon fontos dolog, ez pedig az, hogy az ellenzéki delegáltak ezeken a településeken ott lesznek a szavazókörökben, és hogyha rendellenességet fognak észlelni, akkor nem csak a rendelenséget akkor nem csak a választási bejelentést teszik meg, hanem azt is tisztáztuk és világossá tettük, hogy adott esetben büntető feljelentéseket is fogunk tenni. Ugye ez azért is fontos kérdés, mert hogy a számadatok sem teljesen mindig biztosak, de több ezer emberről beszélhetünk, és hát nyilván ezeken a településeken pár száz ember is nagyon sokat számíthat. Igen, itt van olyan település, ahol többen vannak az ilyen gyanús lakcímmel rendelkezők, mint a településnek a saját lakói. Azt is tudjuk, hogy ennek mi a mechanizmusa. Még egy dolgot érdemes azért hozzátenni. Mindezt egyébként két dolog teszi lehetővé. Egyrészt az, hogy a kedvezményes honosítással lényegében boldog-boldogtalan megkaphatja a magyar állampolgárságot Ukrajnában, mert nem ellenőrzik tisztességesen azt, hogy csak azok kapjanak állampolgárságot, akik valóban. Magyar felmenőkkel rendelkeznek, és a magyar kultúrához tartoznak, magyarul beszélnek. Másrészt pedig ezzel a bizonyos, sokat emlegetett magyar-ukrán nyugdíjegyezmény miatt, egyébként akik ide bejelentkeznek, azok magas nyugdíjat kapnak, és mellesleg a magyar egészségügyi ellátást. Tehát pénzügyileg is ösztönzi ez a rendszer ezeket az embereket arra, hogy bejelentkezzenek Magyarországon. Ígértem a nézőknek, hogy beszélünk a kampányról. Sokan sokféleképpen elemezték már. Én találtam egy hát egy találó kifejezést, amiről most szól. Azt írta a sajtó, hogy a kampány, amely átköltözött a pornó oldalakra. Egyetért ezzel, szóval tényleg erről szól most már a kampány. Ugye a kampány hajrájának a hajrájában vagyunk. Tényleg két nap hátra, és tényleg máshol sem beszélünk, mint erről. Szerintem ez csak jele egy dolognak tulajdonképpen annak, hogy a Fidesz tíz év óta először érzi igazán veszélybe a hatalmát. Tehát most érzi azt, hogy elvesztheti Budapestet, elveszthet kerületeket, vidéki városokat, hogy olyan pozíció, akár megyei közgyűlés, tehát olyan pozícióba kerülhet, amikor végre nem narancsárga minden. Minden ennek a következménye. Ezért van ez az elképesztően mocskos kampány. Én, én tényleg nagyon régóta vagyok a politikában, ilyet még nem látom. Ugye most a legújabb trükk az, hogy Gyurcsány Ferencnek valami idézetét kiragadva hívják végig a budapesti telefonszámokat a Fidelitászosok, és állítják, hogy Gyurcsány Ferenc nem támogatja Karácsony Gerget. Szeretném ezt nagyon világossá tenni, Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció teljes erejével, minden aktivistájával, minden, minden lelkesedésével Karácsony Gergely mellett áll. Ez egy hazugság, ez egy hazugkampány, ez egyike annak a sokfajta sokfajta hazugságnak, ami ebbe a kampányban jön. Számít még valami meglepetésre, fordulatra, akár ma vagy holnap még? Most már nem nagyon. Én azt látom, hogy mindenki az utcán van. Én, én te, ö, tényleg csak saját példámat mondom, de mondtak nekem nagyon sok embert. tegnap Kiskunfélegyházán voltam, most Zuglóva, meg Kőbányára jövök kampányolni még ma. Mindenki teljes erővel kampányol, és szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik ellenzéki aktivistaként, bármelyik pártként, nagyon kemény ellenszéllel, megfélemlítéssel szemben is vállalják, hogy jelöltként indulnak, aktivistaként dolgoznak. Ezek csodálatos emberek, sok-sok ezer ember dolgozik azért, hogy a Fidesz helyben meg lehessen verni. Beszéljünk már egy picit Tarlós Istvánról is, mert hogy sokakat, ha nem is meglepett, de legalábbis ugye ő azt mondta a Borkai videóval kapcsolatban, hogy szerintem ugye Borkai méltatlanná vált a tisztségére, és hogy felháborítja, elítéli azt, ami történt, és ilyen szavakat mondjuk a Fidesz, Fidesz közeléből nem annyira szoktunk hallani, ugye Gulyás Gergely is tartotta tegnap a kormányi folyat, ő, ő, sem, ő sem ebben a kontextusban értelmezte a a borkai hát ugye ez bábszínház, legyen világos. Ez, ez Már amit Tarlós István ami mond, az a Nem, ami István mond, az igaz, természetesen. Borkai alkalmatlan arra, hogy egy várost vezessen, ezek után erkölcsileg is alkalmatlan, és a mögötte kiderült pénzügyi visszaélések miatt politikailag is alkalmatlan, szerintem büntetőjogilag is könnyen lehet, hogy felelőssége van. Az, hogy Tarlós Istvánnak most ez hirtelen eszébe jutott, hogy zavarja a Fideszben mi, az egész Fideszt belengő korrupció, az viszont persze csak a választók megtévesztésére Ugye a szolgál. A korrupciós ügyeknek a vizsgálata az most fog kezdődni. Tehát az, hogy pontosan mi történt, ki miben felelős, az, az most indul majd. Én most elsősorban a második részére gondoltam, és arra, amit Talós István mondott. Talós István ezt most azért csinálja, mert azt hiszi, vagy, hogy be tud csapni néhány ellenzéki szavazót, aki elhiszi, hogy ő független. Amikor a hármas metró felújításánál loptak el sok-sok milliárdot, ugye azzal, hogy itt az oroszokkal csendcseltek a metró szerelvényekkel, akkor Tarlós Istvánnak nem volt hozzá egy szava sem. Először a saját portáján kellett volna rendet rakni, hogyha zavarja a korrupció, meg zavarja az erkölcsi zülés. Nagyon könnyű más várossal foglalkozni. Tarlós István körüli világ, lehet, hogy Tarlós István magaról nem fog ilyen videó előkerülni, de a Tarlós István körüli budapesti világ, az pontosan ugyanannyira korrupt, mint a győri Fidesz körüli világ. Tarlós Istvánnak majd remélhetően hétfőtől nyugdíjasként lesz módja arra, hogy megírja erről az emlékiratait. Beszéljünk már akkor még a kampánynak. Ugye most fontos része az, hogy Orbán Viktor is úgy tűnt, hogy személyesen is veszállt a kampányba. Ugye legutóbb Miskolcon járt aztán gödölön, és ott nagyon nyilvánvalóvá tette azt, egész konkrétan például azt mondta, hogy ha a miskolciak fejlesztéseket, beruházásokat akarnak, ha meg akarják valósítani a már kidolgozott terveiket, akkor maradjunk együtt, és Miskolc próbáljon a nyerő oldalrán, és ugye hozzátett, hogy egy DK-s ellenzéki polgármester szükségszerűen a kormány ellensége lesz. Ezt ön is így látja? Ugye Miskolcon lett volna, és sok, sok más városában az országnak, lett volna kilenc éve a Fidesznek arról, hogy eredményeket érjen el. Semmit nem értek el például Miskolcon sem. De most konkrétan pont, erre a kijelentésre Pont, pont, gondolok, pont amit csak, a csak a én pormány... pont az ellenkezőjét gondolom. Én azt látom, hogy azok a polgármesterek, akik Orbán Viktor embereként, helytartójaként ülnek ott ezekben a városokban, és nem mernek kiállni a városokért, mert függnek a Fidesztől, ezek nem értek el semmit. Meg kell nézni, hogy mennyit ért el Szeged az elmúlt kilenc évben ellenzéki vezetéssel, és mennyit ért el mondjuk Miskolc, hogyha már pont ezt a példát vettük, vagy Nyíregyháza. Én azt látom, hogy egy olyan ellenzéki vezetés, aki megharcol a városáért, akár a kormányjal szemben is, aki utána megy, hogy milyen közvetlen uniós források vannak, aki utána megy annak, hogy, hogy honnan lehet e, úgy pénzt szerezni, hogy ez ne függjön a kormánytól, és akik hozzáteszem, és akik tényleg arra fordítják ezeket a pénzeket, amire elnyerték őket, azok eredményesebbek, mint, mint jó pár fideszes városvezetés. És még egyet hozzáteszek, jön az új inós ciklus, Orbán Viktor fenyegetheti az ellenzéki városokat, de ki fogják venni a kezéből a pénzosztásnak egy jelentős részét. Arató Gergelynek köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.